40 évvel ezelőtti súlyos környezetszennyezés miatt lezárt kutakat nyitnak újra, hogy kielégítsék a Gödi akkumulátorgyár vízigényét. Ez a vízigény többszöröse a legnagyobbnak kikiáltott debreceni akkumulátorgyárénak. A vezetékeket a Mészáros és Mészáros Kft. Fogja lefektetni, Natura 2000-es erdőterületeken fogják átvezetni ezeket. Akit érdekelnek a további részletek, olvassa el az átlátszóban megjelent cikket.